Nyílt tüzek, az emberi figyelmetlenség a legfőbb ok. A Magyar Költészet napja közönség találkozó Varró Dániellel. Érvényesült a papírforma, a Balassagyarmatot fogadta az UFKS-e. Jó estét kívánok! Önök az Orosházi Városi Televízió április 9-ei keddi híradóját látják. Nézzük a részleteket! Idén már halálos áldozata is van a szabadtéri tüzeknek. Tavasszal egyre több hasonló esethez vonulnak a tűzoltók, amelyeket minden esetben emberi figyelmetlenség okoz. Füstölő tarló a határban, egyre gyakoribb látvány a tavaszi időszakban. Az utóbbi hetek, hónapok száraz időjárása miatt gyakran előfordulnak avartüzek Orosháza környékén is. Már idén is több alkalommal kellett beavatkozniuk az orosházi tűzoltóknak hasonló eseteknél. 2019-ben az országban már halálos áldozata is volt a nyílt téri tüzeknek. Ezek szinte 100%-át valamilyen emberi tevékenység okozza. A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit erdészeti jogszabályok és az országos tűzvédelmi szabályzat tartalmazza. A városokban önkormányzatok külön rendeletekkel szabályozzák a szabadtéri égetést, ami a kerti hulladékokra vonatkozik. Orosházán családi házas és üdülővezetben október 15-e és május 15-e napjáig 9 és 15 óra között engedélyezett a kerti hulladék égetése, csak megfelelően kialakított környezetben a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon. Ha országos tűzgyújtási tilalom van kihirdetve, akkor ez felülírja a helyi szabályozást, hiszen egy magasabb rendű jogszabály. Itt minden esetben tiltja a területen, a belterületen is az égetést. Közönség találkozóval készült április 8-án a Magyar Költészet napja alkalmából a Jussz Zsigmond Városi Könyvtár. Az intézmény rendezvényére a Kossuth díjas költő és műfordító Varró Dániel érkezett, aki készségesen válaszolt a házigazdák és vendégek kérdéseire. Már gyerekkorában is a versek írása volt, ami meghatározta a Jussz Zsigmond Városi Könyvtár április 8-i vendégének, Varró Dánielnek az életét. Látogatását a közelgő április 11-i költészet napja alkalmából szervezte meg a könyvtár. Mint kiderült, az elmúlt években szinte hagyománnyá vált, hogy olyas valakit hívnak, aki a gyerekek és felnőttek körében sem ismeretlen. Mindenképpen őt szerettük volna meghívni, hiszen ő még nem járt Orosházán, és ugye a költészet napjához kapcsolódóan nekünk egy hagyomány, hogy olyan rendezvényeket szervezünk, amikor a költő, akit meghívunk, ő ismert, és a gyerekek és felnőttek körében egyaránt népszerű. Hát Varró Dániel pont egy ilyen személy, és különösen ugye már túl vagyunk a gyerekkönyvtár rendezvényen, elmondhatom, hogy nagyra értékelték a gyerekek is mind Daninak a humorát, mind pedig az, hogy egyáltalán egy kortárs, élő, létező, valódi, igazi író volt a vendégünk. Varró Dániel első kötetét még 1999-ben 22 évesen jelentette meg, azóta is igyekszik úgy elkészíteni verses meséit, hogy a gyerekek és a felnőttek is megtalálják benne maguknak az érdekességeket. Legújabb kötetében, a Szomjas Trollban, a skandináv és a kelta folklór szereplői is felbukkannak. Az első kötetem az egy felnőtt verses kötetnek szántam, az volt a cím, hogy Bögre az úr, de nagyon sokan mondták, hogy gyerekesek a verseim egy kicsit, úgyhogy akkor gondoltam, inkább kéne gyerek kötetet írnom, és akkor utána írtam egy gyerekkönyvet, arra azt mondták, hogy az meg nagyon felnőttes, úgyhogy sokáig ez volt a helyzet, hogy gyerekes felnőtt verseket és felnőttes gyerekverseket írtam, aztán talán amióta a saját gyerekeim vannak, azóta kicsit célzottabban tudok a gyerekeknek írni. A Szomjas Troll különleges, nem mindennapi mesefiguráinak megalkotásában nagy segítséget nyújtottak számára fiatalkorának meghatározó fantasy művei, valamint Finnországban töltött nyaralása során is bőven kapott ikletet. A Moly Galerit képviselő debreceni Szintiának és a közönségnek emellett korábbi köteteiről és életének meghatározó pillanatairól is mesélt. A Kodolányi János Egyetemen a tematikus hetek programjára meghívott vendégek az intézmény oktató tevékenységéhez kapcsolódó témákban adnak elő. A hallgatók az életből merített példákkal és tapasztalatokkal egészíthetik ki ismereteiket. Interaktív módon a Nemzeti Adó és Vámhivatal szakemberei adótudatosság témakörben adtak elő április 8-án a Kodolányi János Egyetemen. A tematikus hetek lényege az oktatással telő hétköznapok még színesebbé tétele. Az április 8 és 11 között futó programsor egy nemzetközi hét, az április 29 és 30 közötti program a vállalkozásokról szól majd.
Minden ilyen programunk érdekes és hasznos a diákoknak. Fontosnak tartjuk azt, hogy ne csak statisztikát, mikroökonomiát, közgazdaságtant, számítást tanuljanak, hanem olyan életszerű dolgokat is az érdeklődésük körébe vonjunk, amelyek nem csak a elméleti tudást tartják számon, hanem valóban ők képet kapnak és kapcsolatot kapnak azokkal a vállalkozásokkal, azokkal a cégekkel és szolgáltatásokkal, amikkel a hétköznapi életben megjelenik az életükben. Hégely Sándor, a Csabai Kolbász Fesztivál fesztiváligazgatója szintén fontosnak tartja megosztani a szakmában szerzett tapasztalatait a turizmus vendéglátás szakos hallgatókkal. Egyrészt azért, mert itt turizmus vendéglátás szakos diákok vannak, akik szerintem rendkívül szorosan kapcsolódnak ahhoz a tevékenységhez, amivel mi foglalkozunk, hiszen a turizmus maga, a fesztivál szervezés az úgymond, mi elsősorban egy belföldi turizmusnak gondoljuk, bár egyre több külföldi vendégünk is van. Ezek a fiatalok, ezek a gyerekek elképzelhető, hogy az elkövetkező időszakban akár a mi munkánkat segítve, akár pedig valamelyik partnerünk, hiszen nekünk ebben az időszakban szinte minden turizmusban, vendéglátásban dolgozó kolléga az a partnerünk, mert vagy szállodát foglalunk a vendégeinknek, vagy ők maguknak, vagy éppen az éttermek kitelepülnek hozzánk, vagy délutánonként elmennek és igénybe veszik akár Békés Csaba, akár Orosháza valamelyik éttermét, azok, akik ide érkeztek ebben az időszakban. A hét hátralévő részében írásképelemzésről, a nyugati kultúra sajátosságairól, HR-es tevékenységről és nemzetközi borokról is lesz szó. Próbáltunk úgy összeállítani, mármint a HÖK csapata, hogy színes, érdekes programok legyenek, és egyben hasznos is, szóval a tudásunkat kiegészítsen, ne csak szórakozásból álljon, hanem valóban tudást is kapjunk hozzá. Április 29 és 30 között pénzügy és személyiségfejlesztés szerepel a témák között, továbbá a katasztrófavédelem szakembere tart ismeretterjesztő előadást. Egy csoportfoglalkozásba nyerhettünk betekintést az elmúlt napokban a Diák Tanyán. Az új programsorozatban résztvevő gyermekek tanulást segítő technikákkal ismerkedhetnek meg. A legjobb súlyos élményem az egy osztálykiránduláshoz kapcsolódik, amikor... Rendhagyó foglalkozást tartottak április 5-én a Diák Tanyán. A Miértünk Prevenciós és Segítő Egyesület támogatásával megvalósuló programsorozat hatékonyabb tanulásban segíti a gyermekeket. A foglalkozásokat két korcsoportban 6 és 12, illetve 13 és 18 éves korig tartják. Eredetileg 10-10 fővel szerettük volna indítani a csoportokat, de akkora volt az érdeklődés, hogy 15-15 fővel kezdődtek el, és úgy tűnik, hogy még igény lenne rá, tehát gondolkozunk a folytatásban. Orovecné Egervári Zsuzsanna biológia egészségtan szakos tanár, szociális munkás a foglalkozásra ráhangolódásként a diákokkal átbeszélte az elmúlt hét eseményeit, kitérve az őket érő élményekre. Majd a memóriájukat dolgoztatta meg, memóriakártyát segítségül hívva különböző feladatokon keresztül. Úgy tűnik, hogy a fiatalok nagyon-nagyon élvezik azt, hogy különböző módszereket tudnak megtanulni, és különböző olyan jellegű feladatokat tudok velük megismertetni, ami gyakorlatilag a mindennapos tanulást segíti. A tapasztalat jelenleg azt mutatja, hogy nem igazán tudnak önállóan úgy tanulni, ami hatékony lenne. Nagyon sok módszer van a tarsójukban, amit az iskolában megtanulnak a tanáraik segítségével, de nagyon sokszor ennek az alkalmazása nem gördülékeny, és ebben próbálok egy picit segíteni nekik, illetve nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetünk az önbizalom növelésére. Idén is meghirdette az ország egyik legnagyobb áruházlánca az Önválaszt, Mi Segítünk pályázati programot. Célja, hogy helyi közösségi kezdeményezéseket támogasson. Az akcióban a vásárlások után járó zsetonokból a második legtöbbet a Miértünk Prevenciós és Segítő Egyesület kapta. A Diák Tanyán tartott programsorozatot a helyezéssel járó pénznyeremény felhasználásával hívták életre, melyet ősszel relaxációs tréninggel folytatnak. Orosházán tartott közönség találkozót a Való Világ 9 nyertese VV Zsú április 6-án. Az összejövetelre Hódmezővásárhelyről is érkeztek rajongók. Öleléssel, majd közös fotóval köszöntötte VV Zsú rajongóit közönség találkozóján. A Való Világ 9 nyertese baráti meghívásra érkezett Orosházára, hogy kedvelőivel és támogatóival találkozzon. Az Amadeusz kávéházban fogadta az érdeklődőket, akiknek egy kötetlen beszélgetés keretében minden kérdésükre választ adott. Volt, aki Hódmezővásárhelyről érkezett a találkozóra, Fehér Jennifer mindenképp látni szerette volna VV Zsút. Rajongója vagyok, meg nagyon kedvelem. Annyira kis tuki lány. A nyertes 24 éves bükkfürdői lány nem bánja, hogy részt vett a játékban. A közönség találkozón elmondta, tisztában van azzal, hogy megosztó személyiség. Van, aki szereti, van, aki nem.
A valóságshow indulása óta Zsu az első nő, aki elvihette a fődíjat. Ezzel úgy érzi, történelmet írt. Én úgy gondolom valamilyen szinte, hogy ha a való világ szerepelni fog, mindenkinek természetesen ott lesz a neve, minden győztesnek, minden karakteresebb embernek és minden polgárpukkasztóbb ember is természetesen benne lesz a médiában, de hogyha kiemelhetném most nem egóból, akkor az én nevem biztos, mert hát elsőként megnyertem ugye nőként ezt az egészet. A 8. helyen álló Balassa Gyarmat látogatott a lista vezetőhöz szombat este, és a papírforma hazai győzelmet ígért. Az orosházi zöld-sárgák be is váltották ezt az ígéretet. Az előző fordulóbeli Lajos Mizsa elleni meccset követően 4 pontra csökkent az OFKS előnye a táblázat élén az üldöző Blair Budapest gárdája előtt. Bakó Botond együttesének mindenképp hozni kellett a hazai találkozót. Gyors gólváltással kezdődött a mérkőzés, de már a második percben Ambrus második találatával az orosháziaknál volt az elő. Kellett egy jó 10 perc, míg a hazai alakulat felvette az üzemi fordulatszámot. Addig sok helyzetet elhibáztak Balázs Botondék. A félidő közepétől aztán már olajozottan működött a gépezet. A sok mozgásos, kilépős hatos fal jól működött, sokszor kényszerítették passzívig a vendégtámadókat, elől pedig gyors és ötletes támadásokat vezetett az orosházi együttes. A gyarmatiak csak emberelőnyös helyzetben tudtak zárkózni, de a félidő végére újra visszaállt a 7 gólos különbség. Az első fél idő sok volt, tehát 7 gólra mentünk a szünetre, azért az sok egy orosháza ellen. Azt, hogy vissza tudtunk jönni, az mutatja a mentális tartásunkat, aminek örülök. Ott pedig voltak olyan szituációk, amiket meg kellett volna oldani, meg kicsit koncentráltabban, meg higgadtabban kellett volna befejezni, hogy még esetleg zavarot tudjuk hozni az orosházát, de azért az látszik, hogy a két keret között azért óriási különbség van. A második félidőre az addig jó teljesítő Herjecki Balázs Szabó Levente váltotta a hazai kapuban. Gyors vendégtalálattal kezdődött ez a játékrész. A gyarmatiak továbbra is hosszú lefolyású támadásokat vezettek, de a hazai védők jól állták a sarat. Mint az első félidőben újra csak emberelőnyben tudtak zárkózni Gunya Péter tanítványai, és ezt meg is tehették, hisz mindjárt a félidő elején kétszer egymás után állítottak ki a játékvezetők egy-egy hazai játékost. Fel is zárkóztak a vendégek 3, majd 2 gólra is. A félidő közepén a hazai támadások befejezésénél nem volt meg a megfelelő koncentráció. Bakó Boton gyorsabb játékot kért tanítványaitól. A hajrában újra elkezdtek jönni a hazai gólok, és a különbség is újra hízni kezdett. A fáradó vendégek már újabb nagy hajrát nem tudtak kivágni. Végeredményben érvényesült a papírforma, és bármennyire felzárkóztak a vendégek, valahogy nem volt olyan érzése az embernek, hogy izgulni kellene. A hazai győzelem teljesen megérdemelt volt. Azt gondolom, az első félidőben jó volt a támadó játék is, és a 15. perctől a védekezés is. Ennek köszönhető, hogy az első félidő második felében egy nagy különbséget tudtunk kialakítani, 7 gólt, aztán a második félidő egy teljesen langyos, álmos félidő volt. Kellett egy 5 perc, amikor megráztuk magunkat, és eldöntöttük a mérkőzést. Orosházi FKS Elina már Balassa gyarmati kábelese 30-24. Óriásit küzdöttek az orosházi női kézilabdázók Hajdúnánáson, de fontos pillanatokban megremegett a kezük. Végül 3 gólos vereséget szenvedtek a múlt hétvégi másodosztályú mérkőzésen. Álomszerű rajtot vett az Oxo Energy Orosházi NKC Hajdunánáson. A kékmezes vendégek remekül védekeztek, sokszor zavarba hozták a pirosban játszó hazai együttest, amiből könnyű gólokat szereztek. Az első 15-20 percben hatékonyan támadott az orosházi csapat, ennek köszönhetően 11-5-re is vezettek az első játékrészben. A félidő végéig azonban felzárkózott a nánási gárda, a 24. percben már 8-11 állt az eredményjelzőn. Közvetlenül a játékrész lefújása előtt egy gólosa csökkentette volna hátrányukat a tavaly még Orosházán kézilabdázó Somildikó, de Nagy Éva hárította az ittszert, ezzel megőrizve a 10-12-es eredményt. A folytatásban hamar egyenlített a hazai együttes, kihasználva a mérkőzés nagy részében 7 emberrel támadó orosháziak hibáit. Itt éppen Somildikó juttatta az üres kapuba a labdát. Ezután fejfej mellett haladtak a felek, 10 perccel a találkozó vége előtt is döntetlen volt az állás. Ekkor 2 vendégzicser is kimaradt, ami szinte el is döntötte a találkozót. A hazaiak 3 gólos előnyre tettek szert, amit a lefújásig meg is őriztek. Így alakult ki a 28-25-ös végeredmény. Az NB1-B-s bajnokság hazai pályán folytatódik. Vágó Attila tanítványai a gödiesek gárdáját fogadják április 13-án.
Több hónap után újra labdarúgó mérkőzést rendeztek Rákóczi telepen. A megyei harmadosztályban szereplő Rákóczi fogadta április 6-án a Békéssámson csapatát. A megyei harmadosztályi labdarúgó bajnokság 18. fordulójában az OMTK Rákóczi a Békéssámsoni SK csapatát fogadta április 6-án Rákóczi telepen. A második helyen álló Rákóczi 28 ponttal rendelkezett a találkozó előtt, míg a vendégek 21 pontjukkal az 5. helyet foglalták el a tabellán. Meglepően bátran kezdte a játékot a vendég együttes. Beke kapusnak kétszer is bravúra volt szüksége az első 15 percben. A 36. percben a hazai szurkolók már-már gólt kiáltottak, amikor Mazán a kapust is elfektetve az oldalhálóba lőtt. A második játékrészben Mazán révén gyorsan vezetést szerzett a Rákóczi, amelyet Abonyi 3 perccel később kiegyenlített. A hazaiak a találkozó végére felőrölték a vendégek eddig jól záró védelmét, és Dudás, Tótkása és Kolozsvári Csaba góljaival 4-1 arányban megnyerték a mérkőzést. Halász Róbert vezetőedző a mérkőzés után dicsérte csapatát, kiemelve a két 16 esztendős debütáló játékosát, Pap Mátét és Tótkása Ádámot. Az OMTK Rákóczi április 21-én Teleggerendáson lép pályára. Hírösszefoglalónk végén lássuk a legfontosabbakat még egyszer, röviden. Nyílt tüzek, az emberi figyelmetlenség a legfőbb ok. A Magyar Költészet napja közönségtalálkozó Varró Dániellel. Érvényesült a papírforma, a Balassagyarmatot fogadta az UFKS-e. Önök az Orosházi Városi Televízió április 9-i keddi híradóját látták. Friss hírekkel legközelebb pénteken várjuk Önöket. Addig is olvassák az Orosz Café folyamatosan frissülő híreit. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!